Köszöntöm a kedves nézőket! Műsorunk mai vendége a Kolibri Színház lesz, ahol ismét egy nagyszabású nemzetközi színházi fesztivált rendeznek a fiatalok számára. A My Story elnevezésű fesztiválon 10 európai partner színház képviselteti magát. A rendezvény témája szorosan kapcsolódik az internet és a digitális kultúra világához. Vendégem lesz Novák János, a Kolibri Színház igazgatója. Előtte programok! A Terézvárosi Görög Nemzetiség Önkormányzat szervezésében az Akropolis együttes koncertezik a Hunyadi téren június 11-én szombat délelőtt. Múzeumjáró kreatív nyári napközis tábor 7-től 14 éves korig a Benczúrház szervezésében június 20-a és 24-e között. Bővebb információt a táborról és a jelentkezésről a Benczúrház honlapján találnak. Minden hónapban egy alkalommal a Salom Klub Rádió élőben jelentkezik, ami azt jelenti, hogy a két közismert és kedvelt műsorvezető, vagyis a Padődő tagjai Falusi Marian és Lang Györgyi érdekes beszélgető partnerekkel cseveg. A hetedik alkalom egyben évadzáró lesz, ezért most kicsit fordul a kocka, Marian és Györgyi lesznek saját műsoruk vendégei. A műsorvezetői posztot pedig Burgola András, a Gólem Színház igazgatója tölti be. Az Európai Orvosok Zenekara jótékonysági koncertet ad június 12-én a Zeneakadémián. A műsorban elhangzanak Debussy, Bartók és Brahms művek is. Fellép Kokas Katalin hegedűművész és az Európai Orvosok Zenekara. A koncert rendezője a Heinpalm Gyermekkórház Fejlesztésért Alapítvány. A befolyt összeget a kórház gyermek és ifjúsági pszichiátriai osztályjavára fordítják. Ünnepi könyvhét az Írókboltjában is. A megnyitót június 9-én rendezik meg, ahol köszöntőt mond Simonfi Márta, Terézváros alpolgármestere. Ezt követően minden nap június 12-ig dedikálásokat tartanak a Liszt Ferenc téren. Duna Karnevál Nemzetközi Multikulturális Fesztivál június 10-e és 18-a között. A fesztivál célja alapítása óta emelkedő minőségű, művészi értékekben gazdag, változatos programokat kínálni. A magyar kulturális örökségek népszerűsítése és a kultúrák közötti párbeszéd elősegítése is fontos szempontja a rendezvénynek. Idén kiemelt hangsúlyt fektetnek a legkiválóbb gyermek és felnőtt hazai amatőr néptánc együttesek és vezető hivatásos tánc együttesek zenekarok bemutatására. A Duna Karnevál napjainkra Budapest Fesztivál város és Európa kulturális életében a nemzeti és nemzetközi hagyományok méltó képviselőjévé vált. A rendezvény a magyarországi fesztiválok minősítési rendezésében a legmagasabb fokozatú kiváló fesztivál címet nyert el. Hófehérke és a hét törpe táncjáték az Operaházban június 11-én. A világ egyik leghíresebb Grimm meséje szinte balett színpadra termett, és a 2004-es bemutató óta minden évadban szó szerint elvarázsol kicsiket, nagyokat egyaránt. A hét botladozó törpe, az ártatlan Hófehérke és a gonosz mostoha figurája ifjabb harangozó Gyula koreográfiájában, Velich Rita jelmezeiben, Kentaur szenzációs díszleteiben, Kocsák Tibor mesés zenéjére elevenedik meg bravúros színpadi megoldásokkal. Sibyl a Budapesti Operett Színházban június 11-én. Jákobi Viktor nagyoperettje a váratlan, kiszámíthatatlan és a kínzóan alapos szerelemről szól, miközben mindezt a teljes felfordulás és zűrzavar kíséri. Mindenki féltékeny mindenkire, és mindenki szerelmes valakibe. De hogy végül kibe? A különleges nagyoperettbe, a színház jól ismert művészei mellett, a nagyherceg szerepében vendégként érkezik a társulathoz Miller Zoltán. Az előadást, melyet Szabó Máté rendezett, a társulat több művészének is igazi jutalomjátékot jelent. Hogy a műsor elején már említettem, a Kolibri Színház érkezett ide hozzánk a stúdióba, nevén nevezve Novák János, a színház igazgatója. A színház ismét egy érdekes programmal készült, a fiatalokat megcélozva. Nemrégiben Vidovszky Györgyöt köszönhettük itt nálunk, aki a kettős játék premier kapcsán látogatott el. Most pedig Novák János köszöntöm itt nálunk a stúdióban, és a Platform Shift kapcsán egy fesztivált indítanak útjára. Mi ez a fesztivál pontosan?
My Story címen fut ez a fesztivál, és ennek az együttműködésnek egy ilyen félidős bemutatkozó fesztiválja. Az együttműködés az 2 éve indult, egy 4 éves Európai Uniós együttműködés, amiben 10 ország színháza vesz részt. 11-ként egy egyetemi osztály is együtt dolgozik velünk. Az ötlet, a feladat az, hogy azokat az új nyelveket, amit a fiatalok használnak, azokat a hálózatokat, azt a digitalizált világot, amiben sokan néha elbújnak a felnőttek elől, és néha riadtan nézzük, hogy hol is járnak, hiszen azt látjuk, hogy nincsenek jelen, miközben nagyon intenzíven valamivel el vannak foglalva, akár a mobiltelefonjukkal, akár az internet előtt ülve. Tehát, hogy ezeket a beszélt nyelveket, ezt a fajta világot próbáljuk meg beépíteni a színházi előadásokba úgy, hogy a fiatalok számára is érdekes legyen, és mi magunknak is, színházi embereknek találjunk új formát, új tartalmakat, mert nagyon fontos, hogy ne veszítsük el ezt a korosztályt, a fiatalokat, és olyan témákról és olyan nyelven beszéljünk hozzájuk, amit magukénak éreznek. Tehát ez a feladat az együttműködésnek, ez a fő célkitűzése. És ennek az egyik változata az, hogy előadásokat készítünk, amiben megpróbáljuk ezeket a digitalizált tartalmakat legkülönfélebb módon beépíteni. A másik az, hogy magunk is képezzük magunkat, tehát kreatív fórumot tartottunk legutóbb például Portugáliában, ahova a legkülönfélebb szakértőket, a szociológustól, a jogászon át, a különféle informatikusokon keresztül egészen a különféle technikai fejlesztőkig meghallgatjuk, hogy mit ajánlanak nekünk, mint a 21. század újdonsága, amit feltétlenül fontos megismerni. Tehát egyszerre képződünk mi, egyszerre próbálunk meg új tartalmakat és új darabokat írni ennek a korosztálynak, és közben magunk is beletanulni ebbe az új világba. Tehát ez egy nagyon érdekes folyamat. Ennek a fél idejében már tudunk darabokat is mutatni, ami azért is érdekes, mert ugyan angol nyelven folynak ezek a darabok, de hát nagyon sokszor a mozgásszínház eszközeivel, tehát talán nyelvtudás sem kell hozzá. És ez a 4 előadás most Budapesten látható. Miután eléggé az évad végén vagyunk, és az iskolai szezon végén, ezért nagyon fontos mondanom, hogy mind a 4 előadásra, amivel bemutatkozunk, lehet még jegyet kapni. De lesz a Kolibri Színházban, lesz az Ötvös Tízben, lesz az Operett Színházban, és a Budapest Bábszínház is befogad egy előadást. Tehát igyekeztünk az előadásoknak megfelelő helyszíneket megtalálni. És az a kreatív fórum, ami a zárónapon lesz 19-én, ahol magyar előadók mellett lesz svájci, új-zélandi és német előadó is, tehát meghallgathatják az érdeklődők ezeket a tudósokat, akik minket is képeznek, és minden érdeklődőt, aki erre jár. Tehát ez a folyamat, ez egy ilyen 5 napos fesztivál lesz, a Kolibri Színház lesz a gazdája, és több helyszínen, mint már ebből a rövid ismertetésből is kiderült, több helyszínen fognak az előadások lezajlani. A Pilot Theater az Jangol Színháznak a Gépleá című produkciója, ez lesz az Operett Raktár Színházban. Aztán jönnek a Dresdaiak a Nehájdoj címmel. Erről annyit érdemes mondani, hogy ők ezt a darabot most már 2 éve fejlesztik, és ezekkel a kukikkal, ezekkel a kis jelekkel mindenféle etüdöket sütikkel, a sütikből csináltak előadást, úgyhogy azokat fölmutatják egymásnak, tehát az, amit a gépbe elbújva csinálnak egyébként, abból egy előadást csináltak, nagyon szeretik. Ezt az előadástnak a szövegét elkértük, és gimnazistákkal megcsináltuk mi is Budapesten, ennek egy továbbfejlesztett vált. Ugyanúgy angol nyelven. Hát ez a kukikhoz kapcsolódó kifejezések nemzetköziek, de hát természetesen angolok. Az olaszok hoznak hozzánk egy ilyen nagyon skifi történetet, egy őskőről, ami az egész történelmét az emberiségnek átírta. Erről az okoskőről szól az ő előadásuk. A Webdémont pedig az észtek fogják szombaton bemutatni a Budapest Bábszínházba. Azokból már látunk Portugáliában részleteket, hihetetlenül profin, élőben állítják elő a különféle hanghatásokat, felgyorsítva, lelassítva, hozzájátszva, és egy ilyen krimis üldözés zajlik az interneten, valakit meg akarnak ölni, és akkor annak érdekében 2 ilyen webdémon az, aki ezt a sok gonoszságot el akarja követni. Nagyon szórakoztató, nagyon mulatságos előadás, úgyhogy remélem, hogy még sokaknak eszébe jut, és a szabad idejüket rászánják, mert
biztosíthatom, hogy nagyon szórakoztató, érdekes előadást fognak kapni, olyasmit, amivel még itthon nem találkozhattak. És valós történet is lehetne akár, tehát egy tanulságot is ad a fiatalok számára. Talán egy ilyen célja is van ezeknek az előadásoknak, hogy kicsit okító, tanító jelleggel. A tanító jelleg az inkább úgy, hogy tehát önmagában lehet olyan darabot is csinálni, hát a mi repertoárunk is van a Cyber Cyrano, ami arról szól, hogy ez bizony milyen veszélyes tud lenni. És hogy az interneten keresztül a személytelenségbe burkolózva nagyon sok embertelen dolgot elkövetnek, akár annélkül, hogy belegondolnának, hogy a tetéknek milyen következménye van. A kettős játék, amit a Vidovszky Gyuri mutatott be, és az szintén a fesztiválnak egy fontos programja lesz, hiszen az egy kész, nagyon jól sikerült előadásunk. Ott meg pont arról szól, hogy ennek pozitív oldala is van, tehát az internetes kapcsolatból, ami személytelen, kialakulhat olyan valódi kapcsolat, ami aztán személyessé válik, és az ember életébe is fontos döntésekhez hozzásegíti. Az a tudás, ami az internettel való ismerkedésen keresztül mindenkinek lehetősége nyílik. Tehát a kettős játékban két egymás elől az identitását titkolni akaró fiú meg lány kapcsolatát ismerjük meg, és az ő történetek, ezért is kettős játék, mert a közönség ketté válik, és az egyik a fiúknak a történetét látja, tehát őt látja a fiút valódi voltában, és úgy, ahogy játszik egy játékot valakivel, még a közönség másik fele a lányt látja a valódi identitásába, és látja, hogy valakivel játszik az interneten, de ott szintén csak ez a mesefigura szerepel, és hát a legvégén találkoznak egymással, amikor fölfedik azt, amit addig titkolni akarnak, és egy nagyon gazdag és mély emberi kapcsolatnak a kezdetét látjuk. Tehát az előjeleket fontosnak tartjuk, de az is nagyon fontos, hogy ez ha nevelés, mert óhatatlan, hogy mindannyiunkban ott lakik egy pedagógus legbelül, tehát azt szeretnénk, hogyha mindezek a dolgok hatnának a fiatalokra, és ez a hatás emberileg is gazdagítaná őket, és akkor itt van persze az a szándékunk, hogy ez pozitív legyen, és akár nevelő hatású, de nem ilyen felevelt újú nevelésre kell gondolni, hanem inkább a példákon keresztül lehetőséget adunk arra, hogy ki belegondoljon a hasonló helyzetekbe, és amikor ő kerül ilyen döntések elé, akkor már mérlegelje azokat a dolgokat, amit addig nem volt alkalma átgondolni. Igen. Tehát ebben nagyon nagy segítségek ezek az előadások. És ez az egész dolog, ez az egész összefogás azt szolgálja, hogy a fiataloknak ezt az új nyelvet úgy vigyük be a színházba, hogy közben a tartalmakról mi gondoskodjunk, tehát hogy ezek emberi, nagyon fontos tartalmak legyenek. Ilyen és ehhez hasonló előadások már születtek. 40 darab előadás lesz összesen ennek a Platform Shift összefogásnak a keretében. Most körülbelül hány előadás valósult meg ebből? A fele már biztosan megvalósult. Amit idehoztak, abból ez most 5-6 lesz, ami a teljes előadás. Azok, amik még nem készültek el, azokról prezentációt tartanak. Vagyis egymásnak is bemutatjuk, hogy hol tartunk, és egymásnak is megmutatjuk, hogy ez az előadás milyen fokon készült el, illetve mi várható a hátralévő 2 évben, mert igazából a záró fesztiválon 2 év múlva kell majd minden országnak azt az előadást bemutatni, amit az együttműködés során létrehozott. Az együttműködés támogat például olyan darabokat is, amik nem része ennek a folyamatnak, de valamilyen módon mégis kapcsolódik. Nálunk az Emília és az Őrangyal című darab az, amelyik kapcsolódik ehhez az előadáshoz, hiszen ott a gyerekek az előadás előtt rajzolhatnak angyalokat, amit azonnal digitalizálunk, és az általuk megrajzolt angyalok repkednek aztán az előadásba végig a mese során. Tehát, hogy ezek a digitális hatások és felfedezések a mesejátékokban is új dimenziókat és új lehetőségeket adnak, és ezt a gyerekek nagyon nagy örömmel veszik, és teljesen sajátjuknak érzik, és hát a felnőttek csodálkoznak el, hogy jé, már ezt is lehet a színházakban. Tulajdonképpen ők alkotják meg a díszletet, az előadás díszletét, ahogy az angyalok szállnak. És hát azt a képzeletet, amit azt gondoljuk, hogy a színháznak feladata egyrészt, hogy inspirálja a képzeletet, hogy illusztráljon, de az is feladata, hogy arra késztesse a nézőket, hogy maguk is a saját képzeletbeli világukat megteremtsék. És például ez az angyalrajzolás, ez nagyon jó alkalom arra, hogy ki a maga által elképzelt angyalokat lerajzolja, és aztán ezek az előadásban is már mint közreműködők jelennek meg. Tehát az általuk elképzelt figurák, ha úgy mondhatom, hogy testet öltenek, valóságá válnak.
Hogy születtek meg a történetek, az alap, sztorik? Hát itt nagyon fontos az, hogy írókkal dolgozunk együtt. Az előző platform együttműködésben három magyar szerzőnek is bemutattuk darabjait, aminek azért vagyok nagyon büszke, mert ezek a darabok nem csak Magyarországon terjedtek el, hanem Európában egyengettük magyar szerzőknek az útját. Tehát a Cyber Cyranót az például Németországban nagyon sok városban bemutatták, de játszották Dél-Amerikában is, és a többi szerzőnek is, tehát Horváth Péternek, ez Tasnád Istvánnak a műve, Horváth Péternek és Németh Ákosnak is a darabját, amit a platformnak a keretén belül írt, azokat is bemutatták szerte Európában. Tehát az írókat is ezekkel a tartalmakkal sikerült egy új piachoz és új megszólalási lehetőséghez juttatni, és remélem, hogy a mostani darabok is eltalálnak a európai színpadokra. Ahhoz persze az kell, hogy itt sikerük legyen. Most ez a fejezet van, hogy sikere kell vinni. A kettős játék Tasnádi István és feleségének a közös műve, és hát a többi ország is fiatal szerzőkkel dolgozik, fiatal dramaturgokkal, és az általuk fejlesztett szövegeket mutatja be a színház. Tehát ez valóban mind ősbemutató, és valóban mind új darab, aminek a sikeréért küzdünk, hiszen egyszerre szolgáljuk fel a fiatalok érdekeit, és hát az ország a nemzeti fejlődésünket és az irodalmi életünknek a fejlődését is, hogy olyan fiatal szerzőknek mutatjuk be a darabjait, akik később aztán a nagyszínházak is tudnak alkalmazni, mert már puskaport szakoltak és eltaláltak a közönséghez. Esetleg fiatalok bevonásával készülnek történetek, tehát akár egy közös beszélgetés kapcsán? Az első platformban nagyon fontos volt, hogy a fiatalok által kitalált történetből kezdjenek el dolgozni. Ez nem minden szerzőnek tetszett, mert az autonómiájukat féltették, mert azért a művészeti tevékenységben nagyon fontos, hogy ez egy autonóm dolog legyen, és nem azért írok, mert megbíztak, hanem azért, igen, mert közlendőm van. Aztán ez a dolog kiderült, hogy nagyon jól inspirálja a szerzőket, és valóban megtalálták azokat a témákat, amik számukra is fontosak, és a fiatalok számára is. De a másik oldal is nagyon fontos, hogy a fiatalokhoz a folyamatok során többször is elmegyünk, és többször is kipróbáljuk, hogy hol tartunk a történetekkel, és az általuk javasolt változásokat vagy ötleteket beépítjük a folyamatba, tehát miközben fejlesztjük a saját szövegünket, folyamatosan konzultálunk a fiatalokkal, és lehetőséget adunk számukra is, hogy befolyásolják a végső eredményt. Közben itt a kezemben tartom ezt a programfüzetet, amit a műsor elején adott. Ebben szinte az összes előadás megtalálható. Rövid leírással, gyönyörű képekkel. Ez a füzet elérhető valahol? Tehát például az interneten, akár digitális formában? Hát interneten, digitális formában elérhető, de akik például eljönnek az előadásainkra, ezekből most kaphatnak. Ezek tulajdonképpen évkönyvek, és miután négy éves az együttműködés, ez a második évkönyv, ami megjelent most a Platform Shift keretében. Az első, az a portugál találkozón látott napvilágot, azon is részt vettünk, az ötleteinkkel, 2-3 ötletet vittünk, és abból valósította meg a kettős játékot Vidovszky Gyuri és Tasnádi István, és most ezekből láthatunk már képeket az elkészült előadásokból, illetve azokból a kulturális fórumokból, amik megtörténtek, illetve azokból a kulturális fórumokból, amit most fogunk Budapesten tartani, az előadókat itt bemutatják, tehát hogy bárki, aki jön, minden háttérinformációt megtalálhat ezekben a füzetekben. A fesztivál 4 napig fog tartani, 4 napos lesz, mikor kezdődik is? Nem akarok butaságot mondani. Igen, csütörtöki napon 16-án. 16-án is. És 19-én van a kulturális fórum, amikor egész nap az 5-10-ben ezeket az előadásokat és workshopokat láthatjuk. A többi napokon pedig ezeket az előadásokat láthatják a nézők. Az 5-10-ben Kolibri Színházba és a Budapest Bábszínházba. Úgyhogy nagyon-nagyon csábítok mindenkit, akit érdekel, hogy van még jegy. Feltétlenül az érdeklődők számára nyitott az ajtó. Minden rendezvényre szeretettel látjuk őket. A Kolibri Színház honlapján pedig megtalálják a pontos időpontokat, a kezdéseket.
úgyhogy nincs más hátra, mint kicsit bogarászni, hogy mi az, ami felkeltette az érdeklődésüket, és ellátogatni a Kolibri Színház következő fesztiváljára. Megköszönöm, hogy itt volt nálunk, és a nézőknek is megköszönöm a figyelmet. Ha bármilyen észrevételük van, nyugodtan hívjanak minket a 061-301-0956-os telefonszámon, vagy írjanak e-mailt az info@hatoscsatorna.hu e-mail címre. Kellemes időtöltést kívánok, viszontlátásra!